Megszokott helyén az Angol Parkban rendezik meg hétvégén a tatai sokadalmat, a nívós, maga nemében egyedülálló népművészeti fesztivált. Ma még ugyancsak szerda van, de a szervezők figyelnek arra, hogy péntekre, a fesztivál nyitányára minden a helyére kerüljön. Ez már ugye a 21. nagy rendezvénye az Egyesületnek, illetve az iskolának, és minden ütem szerint halad, tehát van egy állandó forgatókönyvünk. A szerda reggel már arról szól, hogy föláll a sátor, jelen pillanatban ugye alatta vagyunk, az időjárás kegyes volt hozzánk, mert csak utána kezdett esni, tehát a színpadi munkálatok folynak. Kiváló az együttműködésünk minden partnerünkkel, jelen pillanatban a Városkapu és a Városgazda segíti a munkánkat, a kiépítést, a települést, de nagyon sok segítséget kapunk az önkormányzatnak a munkatársaitól, illetve a bejárás, a szakhatóságok is már azt kell mondani, szinte ismerős körben zajlanak, úgyhogy tulajdonképpen akármi észrevétel van, egyrészt tudják, hogy azonnal intézkedünk, szabályszerűek szeretnénk lenni, azt szeretnénk, ha minden nagyon jól menne, és ezt már igaziból tapasztalatból tudják ezek az emberek. Nagy tisztást tervezünk, több vásározót engedünk be, mint a korábbi években, úgyhogy körbejárható lesz ugyanúgy, mint annak idején, tehát a pálmatisztás előtt már települünk. A forrás mellé szeretnénk tenni most új helyre a játszót, ami egy kicsit zugos védelmény, de azt gondoljuk, hogy arra kiválóan alkalmas lesz, hogy az érdeklődőket kifejezetten körbevezesse. Új játszó jön, új tartalommal, úgyhogy mindenkinek kívánom, hogy jöjjön ki a gyermekével. Egyébként nagyon sokan jeleznek a látogatóink közül, hogy nagyon szeretik ezt a helyszínt, nagyon szeretik a programjainkat, és tulajdonképpen pont az, amit mi értéknek és védendőnek gondolunk, akár a helyszín tekintetében, akár a tartalom tekintetében, folyamatosan megerősítést kapunk. Több olyan jelzésünk is van, hogy nem tataiak keresik a programot, netről veszik le, tudunk olyanról, akik kifejezetten ide látogatnak erre a hétvégére, úgyhogy azt gondolom, hogy a rendezvény erősödik folyamatosan. A Sokadalom első tatai rendezvényként nyerte el a Városmarketing gyémánt védjegyet. Nem véletlenül, hiszen az ingyenesen látogatható rendezvény minden évben magas színvonalú produkciókkal várja a látogatókat.